Na sziasztok! Itt vagyok nektek egy újabb raftos videóval és folytatjuk a kalandjainkat. Mondhatni, hát nem ott, ahol abba hagytuk, pontosan már én sem tudom. Igazából, ami itt a lényeg lenne, hogy befejeztem vagy befejeztük az összegyűjtő részt és körülbelül, hát igen, igen ilyen hosszan megy ez a dolog. És gyűjti nekünk a cuccot, ez azért bőven sokat segít nekünk. Úgyhogy ez nagyon jó. A többi ugye a nagy ültető láda az viszonylag termel, majd újra kell ültetni meg egyebek, és elértem a 20-as szintet, ami igazából annyit tesz ki, hogy pár új dolgot kitanultunk, olyan dolgokat, ami igazából nem annyira haszontalan vagy hát megint egy másik szint, amivel díszíthetjük a bázisunkat, meg egyéb dolgokat csinálhatunk, úgyhogy nézzük is meg, hogy 20 szinten mit tudunk csinálni. Elsősorban már tudok ugye kókuszt csinálni, hát úgy, hogy kell egy fejsze, és egy darab kókusz, ami nekünk ugye rendelkezésünk rá talán kettő darab, viszont mielőtt ezt megcsinálnánk, mert szerintem ez kajának minősül, ami nekünk annyira nem szükséges, persze, hogyha kajának minősül. A másik kettő, mert kettő dolog van még nekünk, az pedig a ugye ez a trófea, ami halakból van, ugye tuna, nem tudom, szerintem már biztos tudunk, akkor tunát is horgászni, vagy fogni, és ugye ez a palm tree box, azaz lehet, hogy tudunk fát ültetni, amit most nézem, hogy nem is nehéz lekraftolni, úgyhogy úgyhogy ö, lepakolunk, és kraftolunk is egyet. Szerintem ezzel kezdjük, megnézem, hogy ugye maga a kókusz ö, hogy ö, azt bele lehet-e ültetni, és akkor a, abból lesz maga a fa vagy esetleg más Ugye itt van kettő darab, meg még ezt kéne kipróbálni, hogy ezt hova rakjuk, vagy hát mibe kell egyáltalán belerakni, vagy bele tudom egyáltalán. Meg itt van nekünk két darab cucc, ezt megnézzük, hogy mit tudunk kihozni belőle. Hát itt igen kéne helyet csinálni magunknak, ezt még talán át tudom ide rakni, meg így. Mindegy, ennyi hely egyelőre nekünk elég. A vízre kell vigyázni, és akkor... Craftoljuk le ezt a dolgot. Nincs nálam szög. Öcsém. Szerintem itt lesz nekünk szög. Itt van, legyen 50, vegyünk ki 50-et, de tök felesleges annyit kivenni. Van két húkom, most nézem. Aha. Hát igen. Rakjuk le ebbe a sarokba, vagy, vagy ebbe. Jó, legyen ide. Legyen ide, mert itt nem zavar, mert ott lehet, hogy horgászni fogunk. Szerintem ebbe mindenféleképpen kell föld. Én, én azt látom benne, hogy szerzünk földet. Remélem, hogy van. Hát biztos van. Ez micsoda. csoda? Nem tudom. A föld az biztos nem. Akkor csak fönn van. Ha nincsen, akkor pedig hordozni fogunk. Itt van 15 darab. Szerintem én ezt kirakom ide. És akkor megnézzük, hogy mit tudunk beleültetni egyáltalán Biztos kell bele víz, úgyhogy egyből ö, rakok bele vizet. És nézzük meg, ezt és ezt elültetni. Hát először ezt. Ez mi ez pontosan? Aha, ez az, ez lesz az és kókuszt. kókuszt, azt meg nem tudjuk, úgyhogy fixen ez az mint a kiszáradt volna, nem? Nem. Jó, ez ilyen, úgyhogy ez növekedni fog itt nekünk, hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Szerintem azért mert ez a maga a fa nagyon sok, sokat fog dobni így a bázison, mert eléggé fás, vagy ilyen. Igen, nincs, nincs benne zöld hogy úgy mondjam. Úgyhogy ez biztos, biztos, hogy jót fog tenni. Akkor egy kis, csinálunk egy kis vizet, forradunk, hogy legyen nekünk, nem ám az, hogy szomjan halunk. És megnézzük, hogy összességében, hát van nálam hely, hogy mennyi mindent tudunk összeszedni. Itt palánkót, egy hordót. Igen. Azért itt, itt jobban lehet itt szedni a dolgokat, mint magával a a húkkal, úgyhogy uh, itt lehet látni, is, hogy azért sok mindent összetudunk szedni. Még hogyha nem is annyi mindent, mint amennyit mondjuk el lehetne várni, mert azért nem annyira jönnek erre fele itt a dolgok. Ezt már szívesen kivenném. Ő. És akkor ültetünk krumpli, tehát van itt 50 krumpli. Itt azért kajával tényleg nem lesz probléma nekünk. És megnézzük, hogy vizet tudunk-e hozzáadni. Már magunkhoz is kéne vizet hozzáadni, mert eléggé lent van a szintünk, úgyhogy ezt mindjárt el is intézem. Sikerült innom és vizet rakni az ültetőbe és közben ki is nőtt igazából a fánk, ami így néz ki egyelőre. Hát nem tudom, hogy tovább fog-e nőni, vagy igazából csak így marad. Úgyhogy van fánk, ami tök jó. Nem tudom, hogy arrébb lehet-e rakni. Biztos, biztos arrébb lehet rakni. Nézzük meg, hogy akkor ebből a kókuszból, hogy mit... ...tudunk csinálni. Aha, meg lehet enni, úgyhogy... Uh, majd ezt a következő videóban megesszük. És nézzük meg, hogy... Uh, ...esetleg... Hát igen, ezt is szerintem a következő videóban meg tudnánk nézni. És amit még akartam, a megölni a cápát. Ők meg a cápát. Jó, ez meghalt. Ne. Mindig fúlom van az inventorim, úgyhogy ez gyorsan. Mondjuk ezt lerakjuk, erre annyira nincsen szükség. Ne elmegy, na mindegy, akkor hagyjuk a picsába és amit meg akartam nézni, hogy ezt ki tudnánk valahogy rakni, vagy nem. Ezzel annyira nem tudtam mit kezdeni, ez jó lenne valahol kirakni. Ö... Ha, ez még lehet, hogy odébb van. Igen, ez jó odébb van, ez 23-as szinten van nekünk, úgyhogy ezt még nem tudjuk kirakni. Viszont ennek a videónak itt vége lesz. Ültettünk igazából fát, és. és ennyi, megcsináltunk kókuszt, viszont a további videókban már azért több mindent fogunk csinálni, mert van sok dolgunk, amit ki kéne farmolni, azt szerintem majd videón kívül, úgyhogy remélem ez a rész is tetszett. Ültettünk fát, végre van fánk, amivel tudjuk majd díszíteni a bázisunkat, majd a bázisunkat is tovább kell építenünk, úgyhogy lesz dolgunk bőven, de remélem tetszett ez a videó. Tetszett, lájkoljátok, kommenteljetek, hogy esetleg mit tudnánk még csinálni. A következő videóban megnézzük a trófeákat, meg egyéb dolgokat, úgyhogy addig is, sziasztok!